A futóvadlövésnél szabályos vadászállásban kell várni a megjelenő vaddisznó céltáblát. Az általános sportlövészeti szabályok szerint saját fegyverrel lőttek a versenyzők. A lőállásban lévő monitoron azonnal megjelenik a lőlap, így gyorsan ment a pontozás. Nagyon szeretjük ezt az időszakot, amikor elindul az erdőgazdaságok közötti lövészverseny, hiszen egyrésztről túl vagyunk a tavaszi kikeleten, kizöldül az erdő, és megindulnak újra a vadászatok, és ezzel együtt jár az erdőgazdaságok közötti lövészverseny sorozat, hagyományosan az első állomás egyenes diás. Levegőben is földközelben egyaránt érkeztek célpontok a koronglövészeten. A koncentrációra, a gyorsaságra egyaránt szükség volt. Két lövést adhattak le alkalmanként a versenyzők, azonban a lőállások utolsó etapjában duplán repült a korong, így ott egy esélyük volt darabonként. A Befag Lövész Klub 29. alkalommal szervezte meg a versenyt, a résztvevők nagyon szeretik ezt a helyszínt. Minden évben, amikor eljönnek a versenyzők, én meg szoktam őket kérdezni, hogy mit látnak, amelyeken kellene változtatnunk. Legyen az akár kritika, ha jó szándékú, nagyon szívesen fogadjuk. És most arra azt mondták, hogy nem tudnak mit mondani, minden maradjon úgy, ahogy van, mert ez nagyon szép környezet, nagyon jó a szervezés, rendezés, a gépeink, a műszaki felszereltség, az kiváló, úgyhogy ezt a jó szokásunkat tartsuk meg. Álló célra is kellett lőniük a versenyzőknek. 50 méter távolságból a rókát mintázó lőlapra 10-szer szabad kézből, az őzre pedig egylábú lőbot segítségével célozhattak. Az erdőgazdálkodásban dolgozók lőbajnoksága minden évben népszerű. A tapasztalatszerzés, a közösségépítés is célja a hatfordulós megmérettetésnek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakmai rendezvény, ahol alkalom van a találkozásra is, a baráti, illetve szakmai beszélgetésekre, de emellett a fegyvert, mint munkaeszközt, a hivatásos vadászok munkaeszközének, fegyvert, mint munkaeszköz biztonságos használatának is a gyakorlata ebben. Az első fordulót a Vértes Erdő ZRT nyerte meg, második lett a Bakony Erdő ZRT, a dobogó harmadik fokára pedig a Mecsek Erdő ZRT csapata léphetett fel. A következő fordulót az Agrárminisztérium szervezésében az Alföldön, a Felgyői lőtéren tartják.